jól figyel most ide, mert ez nagyon fontos. Nem vagy egyedül a Földön. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, nem vagy egyedül. Sajnos rajtad kívül még sok millió ember él. Nem tudom pontosan mennyi, de nagyon sok. Valamennyi embernek ugyanaz a célja, mint neked, emberi módon akar élni. Békét és nyugalmat akar. Otthont, vagyis egy személy dolgot, amelyen ő a kakas, aki kukorítás. Van több a kakas, mint a személy domb. És így egymás között meg kell osszák a dombot és a kukorékolást. A legtöbb a közöttetek ebből származik, mert minden ember körül van egy láthatatlan bűvös kör, az egyéniség köre. Egyiknél kisebb, másiknál nagyobb, de nem így, hogy bárkinél is hiányozhatik. És minden kör három részre osztik. Mivel minden ember három részből áll, egy remetéből, egy despotából és egy művészből. Az emberi társadalom világ ezeknek a láthatatlan köröknek a hihetetlen összezsúfolódását hozta létre. A körök mindenütt érintkeznek, összeütődnek, sőt, metszik egymást. Ügyelj a körülötted élő köreire. Ha lehet, helyezd el úgy köztük a magadét, hogy mások köreit ne érintsd általa. Az összekoccanó körök nyomán mérges vállalni keletkezik a veszekedés. Könnye maradványul és gyűlöletnékkel kiesedik. A zsúfolt együttélés fertőző baktériumokat termel. A helyszüke miatt nem áll módotban elkerülni az összekoccanást, a téged szorító körök despota cikkébe felhatolhatsz. Legtöbb embernél ez amúgy is túlságosan nagy helyet foglal el, ahhoz képest, hogy elfogadható a civilizáció kényelmei. Ilyen új ösztönökhöz ugyanis csak annak lehet joga, aki úgy él, mint a medve, vagy mint az ősember. Maga szerzi meg azt, amire szüksége van, és a társadalmi élet gépezetének hasznáról nem van. Aki azonban elfogadta a kényelem játékszabályait, az egyéni szabadságának és despotainjének úri mi voltáról önként lemondott, mint a kutyával szemétülő farkas. De senki művész ényénkében apró kis bogarait, hogy szeret heverni ebéd után, cukorra leszi a vajas kenyeret, ébredés után szivarra gyújt az ágyban. Hogy szenvedélyei vannak, hogy szeret korán kelni, hogy nem szeret korán kelni, hogy 10 percenként húzatot csinál, mert nincs elég levegője, hogy ordít, hogy mások húzatot csinálnak. Nem szereti, ha dicséri. Hogy nem szereti, ha dicséri. És még ezer ilyesmi. Ezeket ne bánst, nem okvetlenül szükséges. Ezek teszik kereki az ember egyéniségét, és éppen úgy szükség van rájuk, mint a sóra. Legjobban azonban minden ember a remetét, minden emberben a remetét tisztel. A magányosak, a tartózkodók, a szemérmesek. Minden egyéniség mélyen ez a hangulaton. Néha nagyon mélyen elrejtőzve a felületességek alá, de ott van, és akiben a remetét megváltott, ellenségeté válni. És még valamit jegyez meg, mielőtt kukorékolni szemétokra kiállasz. Előkelő csak az, aki nem szorul másokra. Tudnod kell, hogy itt nem olyan előkelőségre gondolok, amit ruha vagy hivatal jelent. Itt a belső előkelőségről van szó, az egyetlen igazi előkelőségről. Ha tétlenül nézed, hogy más vágja föl szívességből a fádat, vagy más ássa föl szívességből a kertedet, mert úri tenyered munkával tisztítanod átadod. Előkelőséged egy-egy darabjáról önként lemondottál. Ha ezt teszed, halkabban kukorékolj, és sokkal szerényebben. Teljes hangos csak annak van jog az emberi társadalom szemétdombján, aki nem adós a senkinek, aki az élet megéléséhez nem fogad el könnyű adományokat. Ezek az igazán előkelő emberek. Tanulj tapintatot. A tapintat az együttélés diplomáciája. Nem is ablakot arra, aki fázik, mert náthát kaphatsz a hidegtől, amit ezáltal benne magaddal szemben termesztettél. Ha valaki valami csúnyát észlelsz, ne dicsérd a szépnek, mert megsérted és megalázod ezzel. Ne nevezd drágámnak, vagy édesemnek, vagy szívemnek azt, aki számodra se nem drága, se nem édes, és akinek a szívedre semmi köze sincsen. Tanuld meg, hogy a tapintatos ember mindig őszinte. Abban, amit mond, és főleg abban, amiről hallgat. Légy jó neve. Igyekezz hozzánevelni magadat az emberek közelségéhez. Csak a neveletlen emberről lehet tudni, hogy mikor van rossz kedve. Fegyelmezd magad. Senkit sem érdekel, hogy milyen hangulattal ébredtél föl reggel, és egyedül csak a fogorvosodra tartozik, hogy fáj a fogad vagy sem.
Ha okvetlenül érzed, hogy kellemetlenségeket kell kimondanod, mert jól neveltséged gyöngébb, mint a hangulataid, bújj el valami félreeső helyre, és írd le egy papírra mindazt, amit mondanál. Tedd el, és másnap olvasd el megint. Egy hétig olvasd el minden nap, és a hétvégén olvasd fel a barátaidnak is. Azok nevetni fognak rajta, te pedig a szégyenkezés által emberi neveled magad. Igyekezz kultúrát lenni. A kultúra nem azt jelenti, hogy fogkefét van, és meg tudod indítani a gramofon. A kultúrát ember látni és érezni tudja a szépet és a jót. Bennük és általuk felemelkedik állati mivoltában, és valóban igyekszik azzá lenni, akit Isten maga képére teremtett. A kultúrát ember uralkodik önmaga fölött, és úgy bánik indulataival, mint a házőrző kutyákkal. Időnként elengedni őket, de csak a kerítésen belül, és csak is olykor, ha tolvaj kerülgeti a kertjét. Gondolj arra, hogy nem a társadalmi rendszerek teremtették az embert, hanem Isten. De azt se feledd el, hogy a társadalmi rendszereket nem Isten teremtette, hanem az emberek maguk. Részben uralmi ösztönökből, részben békétlenségből. A civilizáció pedig kimondottan csak kényelemből és lustaságból. Városban nézd, hogy ne legyen sáros a lábad, ha esik az eső. Ne kelljen messzire gyalogolj, ha valamire szükséged van, és ne magad főzed az ebédedet. Tehát ne panaszkodj. Ha előtt a villamos, vagy ha kozmás az étel, amit elég tesz az, aki helyette elkészítette. Egyáltalában semmire se panaszkodj. A panaszkodó ember olyan, mint a rossz gyerek, aki megkíván egy játékot, és amikor megkapja, nincs vele megelégedve. Elég utóbb a fenekére vernek. A kifogásaid vannak az emberi közösség ellen, fordíts neki hátat. Vonulj föl a hegyek tetejére, építs kunyhót magadnak, készíts magadnak a lábveridet, vard meg a ruháidat. Az emberi társadalomtól semmit el nem fogadsz, szíthatod kedved szerint. De amíg veled született lustaságot előnyét élvezed, addig hátrálj és tűrd el szót.